Ricardo Reis, mi lesz a vége? Találkozás Transzilvániában. Emlékszel, Lydia, mikor Erdélyben jártunk Drakulát fölkeresni, egy kivilágítatlan, szomorú állomáson vártunk hosszú órákig. Minden bizonytalan lett, átláthatatlan álom. Egén reszketeg lila, kergény táncoló fények. Padokon vándorok, mint feldőtt tekebábuk mellükre horgat fejjel. És nem volt csatlakozás. Nem jött a vonatunk. A tűnő éjszaka sustorgó neszei köröztek körülöttünk. Egy sovány kalapos férfi lépett hozzánk, kezében cigaretta, de hát gyufája nem volt. Több nyelven kért elnézést. Itten valami mindig hiányzik, jegyezte meg. És összeismerkedtünk. Kiderült, ő is költő, transzilván poéta, elpuskázott országrész áruhás fejedelme. Kedvesen érdeklődött úti célunk felől. Hogyan önök Drakulát? Fintorogva mosolygott. A sötétség fejedelmét jöttek el megkeresni a messzi Brazíliából. A homálynak őrgrófját keresztet vetve nézett. Kisé hihetetlen volt, hogy ezért és épp ezért az Amazonász mellől jöttünk erre a földre. Pessoáról meséltem. Kétkedve bámult. Hogyan? Alteregói vannak? 27 vagy 28? Őszintén el is képett. Heteronimák, mondtam, filozófusok, költők. Hogyan bírja önmagát ennyi felé hasítni? És komolyan sajnálja, hogy nem olvas portugálul. De hát még megtanulhat. Gyorsan címet cseréltük, és fordíthatnánk is egymást. Lemondóan legyintett, suttogva árulta el, nincs sok ideje hátra, de nem is bánja, mert nem érti a világot. Önvesztébe rohan, kenetlen, rossz szekély. Ezt már a római poéták sem értették. Ovidiusról mesélt. Itt élt számüzetésben, a Pontus Euxinus partján, a sivár Tomiban. Javasolta, menjünk el, nézzük meg a romvárost, ahonnan szegény Názó bámulhatta a tengert. De hát nem jött a gálya, a felmentő ítélet. És mégis érdeklődött. Mit várunk Drakulától? Vámpirokról kérdeztem. Elég nehéz itt élni vámpirok nélkül is, suttogta kisebbségben. És egy versét mondta el franciául prózában. Elbűvölt mélakoros észvesztő látomása, láttam a kockacukrot a kávé éjjelében, reménytelen süllyedni. A végén megdöbbentett. Édesítjük egy isten keserű italát. Ígértem, lefordítom. Át is adta a verset. Válaszolni akartam, de már nem volt sehol. Légé foszlott, szétesett. Tűnő angyali árny. És mi tovább várakoztunk, a népek ébredeztek, hegyek fölött gomorgó párákba veszett minden, és Isztambul felé menekülve a hajón, a homálygróffal való találkozást túlélve, egy francia orvos nyers fordítása alapján fordíthattam le a sötétség néla versét. Ó, álmatlanság évada! Papírra a tinta kicsordul, rozsdás levét az éjszaka, a kertekre zúdítja zordul, redves fák leve keserít, te számlálod az éjszakába pörgetve mélán éveit, mégis még mennyi lehet hátra? Válaszolj, fehér kockacukrot dobtál-e már kávédba nézve, hogy hogyan süllyed le poharad átláthatatlan éjjelébe? Láttad-e, hogy lesz a halálé, mi kitartom, mi undok resten, szedi szétem a barna lé, míg szét nem málasztja kegyetlen? Igyájt fogjul minket az éj, belénk száll is már el nem enged, kavargó árnya és a mély sír hivogat. Már el nem éred a hajnalt, halállal itatát, rothadásoddal édesíted Isten keserű italát.